estét, jó szurkolást, köszöntöm a Revita televízió nézőit. Magyar Kupa forduló, annak is egy igazi rangadója, mégpedig MB2 nyugati csoportbeli rangadója, mert hogy Gyirmót FC Ajka mérkőzést rendeznek a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Egy érdekes mérkőzés, egy olyan mérkőzés, ahol a bajnokin ugye kikaptunk sajnos, és az Ajka megvezeti a nyugati csoportot. A Gyirmót ahhoz képest, hogy fel szeretne jutni, egyelőre csak a középmezőnyben van a nyugati csoportban. De hát ez nem bajnokság, hanem kupa, úgyhogy teljesen más mérkőzésre számíthatunk. És remélhetőleg teljesen másképp fogják fel majd a csapatok is ezt a mai mérkőzést, mint ahogy azt a bajnokságban felfogták, mert hogy Alkán ugye kikaptunk bajnoki mérkőzésen. Mondom gyorsan az összeállításokat, fehér mez, fekete nadrág, Ajka, sárga mez, kék nadrág, Gyirmót FC. Szóval a vendégeknél 33-assal Sásdi Bálint a kapuban, a cserekapus egyébként. 3-asa Péter Péter, 18-as Subic Gábor, 15-ös Pákai Gergő, 19-es Pados József, 4-es Kovács Zsolt, 17-es Kovács Szabolcs, 22-es Gál Bálint, 7-es Szabó Levente, 20-as Major Norbert és 13-asa Wittmann Ádám. Ez tehát a vendégek összeállítása. A vendégek mestere pedig Artner Tamás, ki ne ismerné őt, mondjuk itt a Nyugat-Dunántúlon egy eléggé jól ismert mester. A Gyirmót FC összeállítás a kapuban megint Tarci kezd, ahogy azt megszokhattuk kupa meccseken, liga meg magyar kupa meccseken, tehát Tarci a kapuban 1-esre, aztán 3-asra Tóth Balázs, 5-ös Ladislav Kozmér, 6-os Domanyik Szilárd, 9-es Tóth Norbert, 10-es Horváth Rudolf, 14-es Laki Balázs, 16-os Szabó Csaba, 19-esen Bognár Zsolt, 24-essel Cseri Tamás és 69-essel Canik Károly. Ők tehát a kezdőcsapat a Gyirmótnál. A két mester ugye Artner Tamás és Sós Imre. Egy remekű rajtoló Ajka a bajnokságban, akik meglepetésre vezetik a tabellát, és egy egyelőre még szerényebben szereplő Gyirmót FC. De mondom még egyszer, ez nem bajnokság, hanem kupa, úgyhogy elvileg valami egészen mást várhatunk, mint a bajnoki mérkőzésen. A bajnokságban ugye Ajkán kezdtünk, ott ki is kapott a Gyirmót. Azóta is jól megy az Ajkának, legutóbb az MTK-t is megverték. Mégpedig idegen Tóth Balázs tette tovább, és Domanyik Szilárd, aki legutóbb ligakupa mérkőzésen gólt is szerzett, nem csak hogy bemutatkozott, hanem gólt is lőtt, illetve fejelt egészen pontosan. Domanyik ehhez képest csak kupa meccseken tud bizonyítani a Gyirmódban, annyira erős a keret, hogy nem fér közelebb a kezdőcsapathoz. Az jó lehet, Tóth Norbert fejeli, Sásdi védte ki, mekkorát védett Sásdi Bálint. Hát ez pedig zicser volt. 5. perc, Tóth Norbert kapott egy remek beadást. Jól is helyezte ezt a fejest, csak Sásdi is számított rá. Az első nagy helyzet. Mindjárt egy zicser. És aztán jöhet az első szöglet. Hát jó lett volna 5 perc elteltével góllal menni tovább. Cserítette be, ez mell. Nem volt kéz, szépen hozzák ki az ajkaiak. Szabó Levente tette tovább. És még az indítás is jó, Kovács Szabolcs. A többek között a haladásban is játszott már, az nem jó. Tarci vetődik ki előrefelé és gyűjti be a labdát. Nem volt veszélyes ez a kapura. Kovács Zsolt és Kovács Szabolcs ott középen. A névrokonok. Bognár már. Nem jó a visszatett labda, sajnos. Cseri próbálkozott. Hoppá, Bognár, ez már zicser. Ajj! Mekkora luftot rugott Tóth Norbert. Hát ezt eltalálja. Meg hogyha az előbb befejeli, akkor akár 2 gólos is lehetne 6 perc elteltével Tóth Norbi. Kár érte. 2 zicser maradt ki 1 percen belül. Az egy lövésszerű beadás, aztán Sásdi másodszorra lehúzza. Veszélyesebb a Gyirmót. Tóth azonban egyelőre nem tud betalálni, bár neki voltak eddig helyzetei. Tóth Balázs remek szerelés. Nem volt szabálytalan, csak egy picit kemény, de hát az belefér. Kozmér indítása, Laki. Nyom a Gyirmót egyértelműen, kéne egy gól gyorsan. Cseri veszi át, és már nem tudja, de tudja kapura irányítani, de nem megy be. Legalább 60% részesedésük abból, hogy ilyen jól szerepel az Ajka. Szabó Levente.
Mekkora labdát kapott ott az Ajkai. Tarci véd nagyot. Hát igen, ezekre vigyáznunk kell. Szabó Levente. Remekül kanyarított a középre, a fejes is jó sajnos, sőt az Ajkaiak be is fejelik ezt a lehetőséget. Hát igen, erre nem kellett volna várni. Szabó Levente gyönyörűen tekerte be középre, a lefejelt labdát pedig, hogyha jól láttam akkor. De nem jól láttam, hogy nem tudom megmondani pillanatnyilag, hogy kilőtte a gólt. 17-essel. Kovács Szabolcs volt a gólszerző. Hát erre nem számítottunk, ugye? Eddig az Ajkának nem volt zicsere. Most egy helyzetből lőttek egy gólt, illetve fejeltek. Ajkai szabadrugás tehát. Hoppá! Mekkora gól! Taci mozdulni nem tudott. Ehhez képest a labda utat talált a hálóba, sajnos. Szép gól. 2-0-ra vezet már az Ajka. Hát erre ugye nem számítottunk, és innen nagyon nehéz lesz felállni. Egy szépen beállított labdából Gál lőtte a gólt. Kovács után döntő helyzetekben sokkal jobban összpontosítanak a fehér-feketék, vagy fekete-fehérek. A Gyirmóti Mumus úgy látszik továbbra is megmarad annak, ami eddig volt. Még az is majdnem helyzet. Na itt a vége Fussevére az első félidőre. 45 perc játék után tehát két góllal vezet az Ajka, előbb Kovács Szabolcs, aztán Gál Bálint volt eredményes, a Gyirmót kihagyta a helyzeteit, úgyhogy 0-2-ről folytathatjuk majd innen tovább, ha tovább akarunk jutni a Magyar Kupában. Mindjárt jövő. A vendégeknél Potárn és Pavlicki jött be Major és Péter helyett, nálunk pedig már mint a Gyirmótnál Tóth Norbert és Cseri Tamás jött le a pályáról, helyükre Weitner és Homonyi Gábriel érkeztek. Hát igen, várható volt, hogy cserélni fognak a csapatok, főleg nálunk érett a csere. Volt egy-két gyenge pont a csapatban. És hát 2-0-ra vezet az Ajka, úgyhogy van hova kapaszkodnia a Gyirmótnak. Van tehát 45 percünk arra, hogy ideális időben, ideális körülmények között, szél nélkül, meg koranyári időjárásban, olyan 20-22 fokban felpörögjünk annyira a mérkőzésre, amennyire azt illik. Mert az Ajka sokkal összefogottabb játékot mutatott az első félidőben, és megérdemelten vezetnek, még ha nem is két góllal, de az előny az mindenképpen megérdemelt. Nekünk volt több helyzetünk, többet birtokoltuk a labdát, ehhez képest simán előny az Ajkánál. És ugye a Magyar Kupában egy meccs dönt, tehát itt aki nyer, az tovább megy. Canik közben helyzetben, Canik még, az csúnya, igen, az 11-es. Na hát ez jókor jön. Csak be kell lőni. Egy perccel a kezdés után büntetőhöz jut a gyirmóti csapat. Ez jókor jön. Be kell lőni, és aztán lehet tovább menetelni. Nincs más feladat. Vladislav Kozmér érkezik, hogy elvégezze majd. Hát igen, Canikot konkrétan földbe gyalulták. Ez volt a szerelés módszere az Ajkaiak részéről. Hát most Kozmíron a virág szeme. Csak be kell lőni, tényleg. Jó kell lőni, azt meg nem lehet kivédeni. És 2-1-ről minden más lehet. Lássuk akkor Kozmér. És nem lövi be sajnos. Kivédi Sásdi, hihetetlen. Tóth Balázs. Tóth. Az is jó még. Weitnerrel egy váltás. Weitner rúgja el. Nem is volt az a rossz elképzelés. Nos. Major. Potárn, az sajnos helyzet lassan. Szabó Levente, ez már tényleg zicser. Tarcinak kellett nagyot védenie. Pillanatok alatt helyzetbe. 2-0-ra vezet az Ajka. Nagyon-nagyon messze van még a továbbjutás. Sőt, szinte elérhetetlen közelségben a továbbjutás. Homonyik szabadrúgása. Az jó, hajt, ott a szépítés. Gyönyörű gól. Fantasztikusan jól tette be középre Homonyik. És Domanyik Szilárd érkezett, hogyha jól láttam. Remek volt a beadás, és Domanyik Szilárd megint kupamérkőzésen eredményes.
54. perc vége, 55. perc elején, tehát Homonyik beadására Domonyik érkezik, és ezzel a góllal 2-1 arányraban vezet az Ajka. Nehéz lesz, de meg lehet még ez a mérkőzés. Így most már meg lehet, ez a gól nagyon jókor jött, semmi nem történt. Horváth Rudolf, aki nagyon hasznosan játszik, Weitnernek nagyon jól. Weitner fordul le, Weitner, ez már lassan a helyzet. Weitner még a 16-oson belül be is tudja adni, és ott a gól, 2-2, Homonyik érkezik. Elképesztő. 3 percen belül egyenlít a gyirmót. Ez nem semmi azért. Az előbb Homonyik adta be, és Domonyik fejezte be, most meg Homonyik volt a befejező. Nagyon-nagyon hamar sikerül döntetlenre hozni ezt a mérkőzést. Ez nagyon-nagyon jó. Konkrétan 1 percen belül sikerült 2-0-ról 2-2-re hozni. A gólszerző tehát Homonyik Gábriel. 57. perc, Gyirmót Ajka 2-2, egészen más így a semmiből hoztuk vissza ezt a meccset. A szünetben beszélgettünk a kollégákkal, és azt mondtuk, hogy nem sok esélye van a Gárdának. Ehhez képest tényleg hambaiból kelt fel a csapat. Homonyik érkezik, ez már nem megy be! Hát majdnem 3 percen belül öltünk 3 gólt. Homonyik lett volna a befejező ember, de az nem jó sajnos. Szép volt a szerelés. Jöhet megint a gyirmót, a Ajka pedig a harmadik cseréjéhez készül. Horváth Ádám jön majd be. Canik kapja vissza, Canik zicserben! Belelövi a kapusba, elképesztő nagy helyzet volt. Jó a fejes, de nem elég jó, sajnos. Szabó Csaba veszti el, Potárn, óriási lendülettel, de sikerül megállítani. Kozmér volt végül is, ki felébredte picit a 11-es után. A Laki tovább, Canik hagyja inkább Bognárnak. Középen 2-3-an is kérnék, Canik. Hát most kellett volna jó beadás, de ott a gól, megvan a 2-3, hihetetlen. Hát ha már mi nem tudjuk berúgni, akkor berúgják az Ajkaiak, elképesztő. Egy öngól, egy védő csúszott oda, hogyha jól láttam, akkor Subic, és még a kapus is hozzáért, de teljesen mindenki kilőtte a gólt. A lényeg, hogy bent van a harmadik gyirmóti találat. 3-2, tehát a 66. perc végén 0-2-ről fordítva, talán Canik volt az utolsó, aki hozzáér, de teljesen mindegy. Domonyik vissza haza, Tarci pedig tisztáz. Horváth, Potárn, nem kéne hagyni lőni, Potárn lövi el, Tarci, ez tiszta helyzet volt, látta is, el sem kellett vetődnie. Hamarosan Varga László jön majd a csapatba. Canik, lőni kéne még egy gólt, akkor milyen biztos lenne. Weitner lövi el, áj, keresztbe a kapu előtt. Jó próbálkozás, mert hogy kevesebb mint 5 perc van hátra a Magyar Kupa találkozón, és hogyha így marad, akkor elvileg a gyirmót jut tovább a következő fordulóba. A nagy rivális és a nagy mumus Ajkával szemben. Hoppá! Hát ez nem lesz ilyen egyszerű, mert hogy az Ajka megint betalál. Három-három, hihetetlen izgalmak. 0-2-ről 3-2, aztán lesz ebből 3-3 is. A semmiből szerez gólt az Ajka. Ha jól láttam, akkor Kovács Szabolcs volt a gólszerző. És akkor ez elvileg Bognár vissza. És itt van a vége. 90 perc elteltével 3-3 tehát a mérkőzés állása, ami azt jelenti, hogy... Varga. Nem is volt rossz. Tisztázhat végül. Kozmér. Vajon mi lesz még ebből? Ez
ezen a fordulatos mérkőzésen, itt az éjszakában nyúlóan. Bognár. Azt lőni kéne, Weitner helyzetben, Weitner övé, mekkora kapufa, te jó ég! De milyen jól lőtt el Weitner Ádám, igen, ezt jól látta meg, hogy az már lövő helyzet. Kár, hogy nem a hosszabbítás első félidejét egyértelműen a Gyirmót nyeri, már mint játékban. Csal a Gyirmót és az Ajka, egy borzasztóan fordulatos mérkőzés. Sok góllal, sok helyzettel, de egyelőre nem tudnak egymással dőlőre jutni a csapatok. Egy órája van még a csapatoknak, hogy változtassanak az eredményen, vagy ha nem, akkor majd a büntetőkkel változtatnak. Mert egy kilométert is futott ezen a mérkőzésen. Ó, nem is volt rossz. Homonyik próbálkozott. Senki nem bántotta sajnos Lakit. Mehet tovább. Varga szerzi vissza, Horváth Rudolf rúgja el, kijön a páncél mellényről, de nincs érkező ember sajnos. Ez valaki jött. Hárommal zártuk ezt az etapot is, mint a rendes játékidőt is. Úgyhogy elvileg mindjárt jönnek a 11-esek. És majd a büntetők zárják ezt a kupa találkozót. Vagyis a büntetőkkel lehet eldönteni, hogy ki jut majd tovább. Az első 11-es, az Ajka rúgja. Tarci hiába megy jó felé. Az Ajkaiak berúgják, úgyhogy elvileg egyelőre. Itt aztán minden lehet. Az is bent van, jól van. Ha mondjuk is bevágja, magabiztosan a kapus a másik irányba ment, úgyhogy 4-4. Kéne alkotnia, és azzal eldőlhet a találkozó sorsa. Potán tehát, ő is bevágja. Nagyon-nagyon magabiztosan, Tarcinak esélye sincs. Sásdi különharca. Domonyik tehát, ujj! Hát ez határeset volt, de bent van, ez a lényeg. Rupában. Sobic tehát, és Tarci. Ejj, hozzá is ért, meg hallani is lehetett, ahogy Tarci hozzáér. De Varga László az újabb 11-es végrehajtó. Az szép, rutinosan elküldve a kapust a másik irányba, Varga is betalál. Gábálint. Ez is magabiztos, gyönyörűen, bár jó irányba ment Tarci, de Gábányt feltette a bal felsőbe. Ára nem jutott szóhoz Zalaegerszegen. Ez is bent van, na, jól van. Weitner Ádám az újabb gólszerző, 11-esből 7-7, 3-ból 3. Sásdi Bálint a kapus végzi el, és kiadja! És kiadja Sásdi Bálint, remekül védett az egész mérkőzésen, de ezt a 11-est kiadja az Ajka kapusa. Mérkőzésen Bognár tehát, és ez bent van! És ez bent van, és ezzel megvan! Ezzel kérem szépen a Gyirmót továbbjutó a Magyar Kupában. Bognár meg is köszöni a játékvezetőknek, Sásdi meg fogja a fejét. Egy nagyon-nagyon változatos mérkőzésen sikerült nyerni, 0-2-ről 3-2-re fordítva. Tovább megy tehát a Gyirmót a Magyar Kupában. Minden tiszteletem az Ajkáé, bajnokságban is, meg a kupában is. Ugye nem egész csapattal jöttetek, ehhez képest vezettetek 0-2-re. Én sem gondoltam volna, hogy ebből lesz még 3-3, meg 11-esek. Mi az, ami döntött ezen a mai mérkőzésen érzése szerint? Hát egyértelműen a szerencse. A 11-es rúgások az már szerencse meg fej kérdése, az, hogy mi kihagytuk, a Gyirmót pedig berúgta. Nagyon nagy dolog volt, én úgy érzem, hogy 2-3 után a csapaton föl tudott állni, nem kaptuk meg a negyediket, hanem mentünk, voltak lehetőségeink, és egy pontrúgással ki tudtunk egyenlíteni. Engem az érdekel, hogy én sem láttam még olyan Gyirmóton, hogy 0-2-re, mondjuk 3-2 legyen az eredmény. Minek volt köszönhető a 0-2, meg aztán a fordítás minek volt köszönhető, és honnan volt annyi erő, hogy a 11-esekkel végül is nyertetek?
Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Az elején is nekünk voltak helyzeteink, hiszen hogyha én azt hiszem, hogy a 7. percig 300%-os helyzetet hagytunk ki, sajnos még mindig a helyzet kihasználása az, ami problémát okozott. Aztán a fél időben fel kellett rázni a fiúkat, egy-két keményebb szó, és úgy gondolom, hogy a cserejátékosok, akik pályára léptek, azok új lendületet vittek a csapatba, sikerült fordítani. Ezért vagyunk itt. Ahogy mondtam az előbb is, én úgy gondolom, hogy az élet valamiért ezt az utat adta a csapatnak. Ezt kell végigjárni. Ezek a győzelmek mindenféleképpen erősítik a csapategységet, hiszen nagyot kellett küzdeni ma is és a hétvégén is. Remélem, hogy ebből jól fogunk tudni kijönni. A 11-eseknél pedig úgy gondolom, hogy tényleg öt olyan játékos állt oda, azt, amikor megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalja. Egyöntetű volt a jelentkezés ennek az öt embernek, és odaálltak, sikerült is berúgni. Fordulatos mérkőzésen végül tovább jutott a Gyirmót a Magyar Kupában, nem volt semmi. 0-2-ről fordított a csapat, 3-2-re vezettek, aztán 3-3 lett belőle, a 11-es párbajban végül is felülkerekedett a hazai kék-sárga gárda. Ezzel tehát a Magyar Kupában tovább menett el a csapat. Folytatjuk vasárnap a Tatabánya ellen egy bajnoki rangadón, akkor is tartsanak majd velünk. Én köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A műsorszám támogatója Fenesi Autóüveg.